Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, ahogy azt nemrég ígértem, megnézzük a GTA Online The Contract DLC-vel érkezett easter egg-eket, a jól megszokott easter egg-ek és érdekességek sorozat keretein belül. Szóval nem is szeretném tovább húzni az időt, lássuk milyen érdekességek jöttek be a legújabb frissítéssel. Első, a poszter. Szemfülesebbek biztosan észrevették, hogy a 2013-as Story Mode-ból megismert Los Santos Own You, azaz Los Santos Ural Téged poszter Franklin régi szobájából, megtalálható az Agency-ben is, Franklin irodájában. Egy apró, de annál fontosabb változtatással, ugyanis itt már You Own Los Santos olvasható, ami azt jelenti, hogy te uralod Los Santost, és nem az ural téged. Ez természetesen Franklin karakterfejlődésére utal, hogy a szegénységből a nulláról gyakorlatilag meddig jutott, hiszen most egy sikeres üzletember. Pont az ilyen apró részletek miatt szeretem annyira a Rockstar Games-t. Második, a hónap dolgozója. Maradjunk itt Franklin irodájában, ugyanis a poszter mellett nem sokkal megtalálhatjuk Franklin hónap dolgozója elismerését, amit még 2013-ban kapott Simeontól. Ezen nem kicsit akadt ki Lamar, aki nem felejtette el az akkori eseményeket, és még 2021-ben is felemlegeti ezt Franklinnek. Nézzétek, hogy hogyan. Good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Knock, knock, niggas. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. You know who I'm talking about. Yeah, man, enough of that bullshit. You know what? When I'm on top, I won't forget the little people. I won't forget your bitch ass. Employee of the month. Harmadik, Michael DeSanta. A Contract DLC egyik küldetésében Franklin megerősíti, hogy a Story Mode-ból megismert Michael bizony életben van és rendezőként dolgozik, ami mindig is a nagy álma volt. Azért volt fontos, hogy Franklin megemlítette Michael-t, hogy életben van, hiszen a Story Mode-ból megismert karakterek közül Michael-t még nem láthattuk a GTA Online-ban, valószínűleg ez is csak időkérdés, hogy mikor fog felbukkanni, de nézzétek, hogy hogyan említette meg Franklin. Man, shit, I know one of the producers around here. I hope his ass ain't at work today. Negyedik, Red Dead Redemption 2. Most biztosan sokan arra gondoltak, hogy mégis mit keres a Red Dead 2 egy GTA-s easter egg videóban. Nos, az Agency-ben dolgozó két asszisztens a Red Dead Redemption 2-ben lőtt képeket használják háttérképként a számítógépükön, amin én magam is meglepődtem, mert minden nap elmegyek mellettük, de eddig még nem vettem ezt észre, ötletes utalás ez is. 5. Lamar rostolja Franklint. Biztosan sokan emlékeztek még a GTA 5 story módjából megismert ikonikus jelenetre, amelyben Lamar leoltja Franklint, amiért az nem engedte be a házába az egyik küldetés teljesítése után. Ha a játékból már esetleg nem emlékeznétek, valószínűleg a pár évvel ezelőtti óriási mém hullám alatt találkoztatok a jelenettel. Nagyon felkapott volt akkoriban, és hát a Contract DLC megjelenésével visszatért ugye Franklin, illetve újra találkozhattunk Lamarral is, ami nyilván egy remek lehetőséget adott a Rockstarnak, hogy újraalkossák a 2013-as ikonikus jelenetet. Ők pedig le is csaptak a magas labdára, és elkészítették a 2021-es változatát a rostolásnak. Angolul tudok előnyben, ezt sajnos hiába is fordítanám, eredeti nyelven kell meghallgatni, hogy értsétek, úgy tökéletes szerintem, ahogy van. Nézzétek a két jelenetet, előbb a 13-asat, aztán az ideit. What's up, can a low come up in your crib? Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, this motherfucker. Hey, what's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you, man. My kids up in there. I don't want your ass up in my house, nigga. Oh,
nigga don't hate me because your kids love me more than they love you. Maybe if you quit being so uptight and let Uncle Lamar give them some game, you'll have some harmony in your household. Nah, I just wanted to get in the hot tub, but now I don't even want to get in no funky-ass cum bucket. Nigga fuck around and get pink eye. Because you's a dirty-ass B-I-E-E's itch. What? Hát megmondom őszintén, srácok, hogy nekem ez az egyik kedvenc easter eggem az összes közül, ami a Contract DLC-vel érkezett, de még vannak hátra más érdekességek is, amiket a következő részben fogunk megnézni, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Ha szeretnétek folytatást, mindenképp nyomjatok egy lájkot, ebből látom, hogy tetszett, és szeretnétek, hogy legyen még folytatás. Legközelebb találkozunk, én Dani voltam. Sziasztok!